Szervusz András, kérlek, mesélj a projektedről. A projekt, hát nem tudom, hogy milyen, hol indult. 4 éve kezdtünk bele konkrétan, de a terv, az álom az már inkább 10 éves. Amióta madarakat engedünk el, a madármentésnek a legnehezebb része az eleresztés, mert az ember nem tudja, hogy hová lesz a madarat. Tehát fölnevelem, meggyógyítom, elengedem, és onnantól csak bizakodni tudok, hogy 2 nap múlva is ügyesen föltalálja magát, hogy 1 hét múlva is jól van, 1 hónap múlva sincsen baja, tehát hogy jól sikerült, nem pedig az, hogy esetleg 3 nap múlva valahol legunnyaszt, és segítségre lenne szüksége. Na most erre a megoldás a jeladó. Pár évvel ezelőtt neki álltunk, hogy mi megoldjuk ezt, mert hát már 1,5 millió forintunk jeladóként nincs. Erre nincs lehetőségünk, így abból kiindulva, hogy egy mobiltelefon 100 000 forint, és abban még egy színes tévé is van körülbelül a GPS részleghez képest. Így addig jártunk kínai gyártók után, míg megtaláltuk azt, aki megcsinálta az mi igényeink, elképzeléseink szerinti minimalista megközelítésű GPS eszközt, ami ekkora az egész, tehát ilyen kis picike, ekkora nyák. Ezen egy GPS panel van, illetőleg egy GSM modul. Ez annyit tud, hogy az okossága a szoftver, ami rajta van, hogy lemegy olyan mély alvóba, hogy gyakorlatilag teljesen kikapcsol, így akkor szinte nulla az elektromos fogyasztása. Így az van, hogy a megadott időpontba, beprogramozott időpontba bekapcsol az eszköz, beméri magát a GPS-szel, hogy hol van, a GSM hálózaton keresztül elküldi az interneten keresztül a szerverre a jelet, hogy ő itt és itt tartózkodik éppen. Megadja a helyet, időpontot, tehát hogy hol volt, ezzel egy térképes alkalmazással lehet látni, hogy a madár hol volt, hol járt, mekkora távolságot tett meg. Abból, hogy a jel mozdul, vagy nem mozdul, tudunk következtetni arra, hogy a madár jól van, vagy pedig baja van. Ha mondjuk idén elengedtünk 12 jeladós madarat, hát a kísérleti ideig, kísérleti fázisban 12 jeladót tudtunk beszerezni, ezeket raktuk föl a madarakra. A 12 madárból idáig 3 pusztult el, abból a 3.-at áramütötte agyon, úgy mentünk el megkeresni, az alapján indultunk el megkeresni a madarat az adott koordinátákra, hogy a jeladója 3-szor is ugyanarról a helyről jelentkezett be. Olyan pedig nincs, hogy egy madár 3 bejelentkezési ciklus alatt egy centit sem mozdul, azért ott baj van. Igaz is lehet, oda mentünk, és a villany alatt, oszlop alatt megtaláltuk holtan a madarat. Az a 2 madarunk, ami úton van, tehát ami már elindult, számunkra is meglepő sebességgel gyakorlatilag 4 nap alatt megtette a dömös Isztambul távolságot. Mára, ma reggel Ankara alatt jártak, ezzel a sebességgel haladnak tovább, akkor vasárnapra már Izraelben lehetnek, jövő hét közepére akár ma Afrikában. Tehát azt jelenti, hogy a dömös Afrika távolságot megtették, megteszik, pontosabban, mert a félreúton járnak most, megtehetik nagyjából 10 nap alatt, ami döbbenetesen jó szám. És nagy öröm számunkra látni azt, hogy az a madár, amit mi fölneveltünk itt a természetvédelmi mentőhelyet, az ilyen sikeresen teljesít, ilyen ügyesen boldogul, így eljut Afrikába, és hát reméljük majd később vissza is jön, és valahol fészkelni fog, és a jeladó alapján meg tudjuk találni, hogy hol fog fészkelni. Ez a másik apropója a jeladónak, hogy megkeressük, hogy tudjuk, hogy az a madár, ami innen Dömösről indult el fiókaként, azt tudjuk, hogy ide nem jön vissza. De azt nem tudjuk, hogy hova fog menni. Annyit tudunk, hogy valahova máshova, mert a természet így biztosítja azt a diverzitást, hogy ne legyen az, hogy a fiókák visszajöve ugyanarra helyre tesóval, anyu fiával, stb. Tehát ne lakjon ki beltenyészet. Így a gólyák elég nagy távolságra, az eredeti szülőhelyükhöz képest tetemes távolságra keresnek maguknak párt, fészkelő helyet. Ez 3 éves korukban történik meg, akkor állnak iveréretté. A mi eladónk nem napelemes, mert a napelemesekkel az volt a probléma, hogy ha a madár hátára tesszük föl, akkor előbb-utóbb az jeladó eltűnik a tollak között, és a jeladó elnémul, hiszen a tollak eltakarják a napelemet, előbb-utóbb elfogy az áram, kikapcsol a készülék, lemerül benne a kicsi akkumulátor, és kész vége. Ugyanez a helyzet, hogyha lábára tesszük a napelemes jeladót, mert a gólya az akkurát végig szokta fosni a lábát, ennek az indoka az, hogy így hűti a lábát, illetőleg az, hogy fehér, azzal kevésbé is melegszik fel. Na most, hogyha a napelemet beborít egy 1/2 centi vastag fehér ürülék réteg, az nem a működését segítő tényező, úgyhogy azok sem igazán szoktak működni. Mi egy olyan megoldást választottunk,
ami egy fix elem benne a készülékben. Ez egy katonai minősítésű lítium elem, 3-3,5 éves várható élettartammal. Ez arra elég, hogy lássuk, hogy az általunk mentett, felnevelt, repatriált gólya hogyan boldogul a természetben, eljut-e Afrikába, jövő tavasszal, mert ez csupa felnőtt madár, jövő tavasszal vissza tud-e jönni ide Európába, megéri-e, visszajön-e, hol fog fészkelni. Hatalmas öröm lenne azt látni adott esetben, hogy akár Gábor, vagy Vaksi, vagy Öreglány, vagy bocsánat, hogy isorolom a gólyák neveit, ezek csupa sérülten idekerült, helyrehozott, elengedett madár, hogyha ezek visszatalálnak, megélik a jövőt, visszatalálnak ide Európába, és a jeladó alapján fogjuk látni éppen Bicskén, Kijevben vagy Prága mellett fészkel, akkor meg fogjuk keresni és örülni fogunk neki. A fiataloknál viszont az van, hogy a kirepülő fiatal gólyáknál az kéne rájöjjünk, mert természetben mindig mindenben rendszer van, hogy mi az okosság, tehát mi a logika abban, hogy hol keresnek maguknak helyet. Ehhez persze a 12 jeladó őrült kevés, ez most igazándiból tényleg egy tesztüzem, de ha minden jól megy és jól sikerül és találunk megfelelő támogatókat, akkor jövő évre 50 darabot terveztünk, hogyha több támogatót találunk, akkor lehet 100 is, tehát nagyon gólya van hozzá. És ezzel tényleg föl tudnánk azt deríteni, hogy mi a gólyák vonulásában a rendszer, tehát mik a logikák benne. Hiszen az elmúlt években, az elmúlt tizenakárhány évben mindig csak néhány, egy-egy gólyára került jeladó. A németeknek, a lengyeleknek is, hát alapvetően anyagi okok miatt évente 4-5-10 gólyára kerül jeladó, és ezeknek ugye jó része elpusztul, vagy a jeladó megy éppen tönkre, hallgat el örökre. Így nagyon jó híreket lehetett kapni, egy-egy gólya elért Afrikába, elért ide, elért oda, elért amoda, de olyan adatra nem tettünk szert, ami alapján meg lehetne azt tudni, hogy mi a vonulási logika, tehát mi benne a rend, mi az, ami fontos, és ezeket megtudni azért lenne érdekes, mert így ezeken az adatokon keresztül tudnánk a madarakat támogatni, tudnánk nekik segíteni, hiszen a vonulás közben az egyik legérzékenyebb ez a faj a veszteségekre, és ezeket lehetne kis odafigyeléssel minimalizálni. Tehát ha a jeladók segítségével jobban be tudjuk jelölni a vonulási utakat, akkor az ott levő villanyoszlopokat priorizálni lehet szigetelés, illetőleg madárbiztossátétel szempontjából, tehát mondjuk a nyugati határon a Németország felől, Ausztria felől, Csehország, Szlovákia felől érkező madaraknál a vonulási utakon az oszlopokat hamarabb lehetne megcsinálni, tehát tényleg előre lehetne őket tenni a sorban, hogy az EON hamarabb csinálja meg a madár biztosátétet. Én ebben azt hiszem az EON maximálisan partner lesz, hiszen nekik is érdekeltőleg a szívükhez közel álló dolog az, hogy minél kevesebb madár pusztuljon el, és ezáltal minél kevesebben szidják őket.